majom már nem zokog. Ezért a filmemért is majd megpróbálnak valószínűleg kicsinálni. Nemrég a románok próbálkoztak be nálam, most lehet, hogy a magyarok jönnek. Ha a lejátszást szokás szerint némítja a Facebook, akkor a Vimeo és a YouTube csatornámon még cenzúrázatlanul megtekinthetitek. A kolozsvári fellegvárnál forgattam, a főszereplő Bálint Júlia, Bálint Tibor író özvegye, Fogel Frigyes voltam. Az utolsó mondatokat szokták idézni, hogy készül megírni a családunk történetét. De nem tudom, azt, hogy írjam, mert közöttünk nincs senki hős. És akkor azt kérdi az anya, hogy hát az, hogy éltünk, hogy nem tettünk rosszat senki kárára, az nem hősiesség? Minősítettem egyszer, Bukarestben voltam, amikor 2004-ben volt a kettős állampolgárságról szóló, és akkor megdöbbentem, hogy milyen agymosott nép él Magyarországon, lehet, hogy vidéken nem, de még azok között is, akik Erdélyből mentek el. Annyira nem jut eszembe a József Attila vers, hogy fejükön másképp tapad a haj. Teljesen más, felfuvalkodott, mintha érdem lenne, hogy ők Magyarországon maradtak. Semmi testvéri érzés nincs bennük az elszakadt területeken. Amit Kós Károly megálmodott, és amiért harcolt, különben magának fogom adni a kiáltó szó egy példányát. A sajnos, hogy is volt ez, milyen? Utópia. Most már olyan betelepítés van, tehát annak idején Trianonban megváltoztatták az arányokat a térképeken. Most már nem kell megváltoztatni. Az utolsó gótikus templom Brassóban van. Ezzel kapcsolatban is van egy szakvélemény, hogy így mondjam, hogy ott fejeződik be a nyugati kultúra. A székely nem az, ami a mítosz, a himnusz, az nem az egyáltalán. Milyen szép? Bunkó. Bunkó. A legtöbb. Azt ismeri, hogy elmegy a gyerek gyűlölt ruhába az iskolába, és a tanítónéni nem érti. Mi történt, Katika, hogy ilyen gyűlölt? Aztán tetszik tudni, édesapám bekapcsolta a televíziót, és Ceausescu beszélt, aztán édesanyám bekapcsolta a rádiót, és ott is Ceausescu beszélt, csak a vasalót már nem merte bekapcsolni. Amikor hozzámentem Tiborhoz, nagy megrőkönyödést keltett ez az ismerőség munkatársaim körében. Én akkor az egyetemen maradtam gyakornok, meg mindenféle. Azért megyek hozzá, mert úgy érzem, hogy az Úristennek Tibivel céljai voltak, vannak, és engem eszközként használ fel ezeknek a céloknak az elérésére. És akkor ölelte át így a hátamat, Szabó Tetős, hát ha magával vannak céljai az Úristennek. Meg kell mondanom, hogy szerintem azért tart még az Úristen életben, hogy megígértem Tibornak, hogyha befejezi az Erdély trilógiát, tehát az Okogó majom, a zarándoklás a panaszfalhoz, és a Bábel toronyháza, ami hát
valóban új erdélyi trilógia, akkor meg fogja kapni a Kossuth-díjat. Fel is terjesztették 2002-ben, elég későn neki, akkor kellett volna őt felterjeszteni. Rendben van, sütőre kiverték az egyik szemét. Kányádi Sándor nagyon jól tudta magát adminisztrálni. Nem, mintha nem érdemelte volna meg, de mellettük Bálint Tibornak meg kellett volna kapnia. Nekem lett volna a feladatom, mint ahogy mondtam, csak nem tudtam, hogy hogy kell eljárni. Tehát én egyáltalán azt hittem, mert minket úgy neveltek, hogy a jó bornak nem kell cégér. Na hát ez egy nagy manna, amivel etettek bennünket, mert bezzeg, a másik oldal, a zsidók tudják. Szóval nekem kellett volna, mint ahogy más egy fiatal irodalomtörténésznek fizet, hogy írjon monográfiát, hogy tapsoljon, de hát az nem jutott eszembe, hogy valami rendkívüli dologgal megajándékozzam, hogy tehát én még szégyeltem volna is, hogy az lekenyerezés van. Én tényleg azt hittem, hogy ez a szakma dolga. Meg még valami, az én nekem itt volt a család, a két gyerek, sőt a három, mert tulajdonképpen az egyik érettségi találkozón mondtam is, hogy van két lányom és egy fiam. A fiam 52 éves, akkor épp annyi volt. Óriási sikere volt a Zokogomajomnak, az részletekben megjelent már az akkori Utunkban. Hát akkor volt egy nagyon szép honorárium, és akkor én elmentem a mit tudom én Tompa elvtárshoz a pártnál, nem voltunk pártagok, hogy arra gondoltam, hogy lakás. Képzelje el, hogy egy szobánk volt közös konyha. Hát Tibi a WC-be akart egy ilyen lappantyút tenni, amire rátelti az írógépet. Ezt meg is írta Tibi, hogy a konyhába fürüztötték a gyereket, akkor a pára, akkor be kellett menni a szobába, akkor lefeküdt a gyerek, akkor egyszer be is dobta, tényleg meg is írta, bedobta a kemencébe az 500 oldalas kéziratot. Nem hiányzott semmi, mozgalmas életem volt, nem volt unalmas. És mindig felül tudtam kerekedni, még akkor is, amikor Tibi szerelmes lett, és akkor valakiben emberi. És éppen azt gondoltam, hát természetesen, hát én is szeretni való ember. Hát, és tulajdonképpen én nem voltam szerelmes bele. Hát akkor most valaki más. Hát itt én rendeztem meg a találkozást, mikor jöhetek be. Részletesen mesélt nekem, és mondtam, hát Tibi azért ilyen részletesen nem mesél, mert nem csak a barátod vagyok, a feleséged. Még azt is felajánlottam, hogy váljunk el. Azt mondja, nem vagyok egy operett figura, mit képzelsz? Nőt, azt mondja, de olyan barátot, mint hám, amilyen hülyét biztosan nem, aki megszervezi a találkát is. Soha nem tanítottam középiskolába. Azt mondta Tibi, hogy nem is való nekem, mert megvertem volna a gyerekeket. Igen, meg az igazgatót is. Jaj! Meg voltak konfliktusaim a könyvtárban is. Miért? Valami igazságtalanságot éreztem. Pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk, hogyha ha valaki, aki tenni tud, az elmulasztja ezt. Ahogy én elmulasztottam menedzselni annak idején a rám bízott öt talentumos tehetséget, aki nincs benne ebbe a szellemi körforgalomba, hogy mondjuk meghallgassa ne csak a melódiát a zenébe, hanem a szöveget is figyelje. Tehát akit megérint. De ehhez kell bizonyos, hogy olyan családi háttér, hogy nem minden a pénz.
Mert a pénz az, amit én úgy látom, nem tudom, mert az koromnál fogva nem vagyok kapcsolatban sok fiatal, de vannak jó tapasztalataim. Hát az ortodoxiával nem lehet felvenni a harcot. Tehát ez a bigottság, ez az álkereszténység nem lenne szabad. Hát a keresztények nem, a szeretetre épül. Hát olyan gyűlölet van bennük, olyan elemi, hogy szokták ezt mondani, zsigeri gyűlölet. Nem azért vagyunk magyarok, mert Magyarországon születtünk, hanem mi megszenvedünk érte, nekünk fontos, nekünk szent, nekünk kijön a könnyünk, ha nem tudom hányszor hallom a himnuszt mindig. Hát van olyan dedikáció kortársaitól, hogy Bálint Tibor 1990-ben fogja megkapni a Nobel-díjat. Hát nem is. És sőt, Csávosi is mondta, hogy tehát adós neki a magyar, hogy mondjam, irodalmárokkal foglalkozó társadalom, hogy méltó helyen vigye a köztudatba. Én született optimista vagyok, pedig háborút, mindent megéltem, de pozitív vagyok. Lesz még egyszer ünnep a világon. Erdély az egy csoda ország, és kisugárzása van. Nem véle, mindenkit megfog Erdély. Ember, küzdj, és bízva bízzál. Köszönöm szépen.